Mozartot nem? Mozartot nem látták, értem el. És látom. És hogy tetszik a zene, ami szól? Figyelj! Elvileg ő írta, csak valahol itt kell lenni. Állítólag itt van a plázában. Na majd megtaláljuk. Köszi! Jó napot kívánok! Értem, Mozartot nem látta. No, I don't know where it is. It should be here, somewhere. Yeah. Mozartot látták, itt van valahol. Ide várj! Meglepetés program, úgyhogy Mozartot várjuk ide a bevásárlóközpontba, és hát bizonyára meg fog érkezni, ha máshogy nem a zenéje által, úgyhogy az ő zenéiből válogattunk egy tényleg egy rövidke kis ízelítőt itt a vásárlóknak, vagy az ide látogatóknak. Játszottunk a kis zenéből részleteket, és aztán a 251-es Divertimentóból, ami ugye nővérének írta, tehát egy nagyon kedves szerenád zene igazából, úgyhogy, és hát ugye Divertimentót játszunk, mert hát azért mégis csak ebben a közegben, ahol hát az időtöltés, a szabadidő, a vásárlás, a szórakozás ugye összekapcsolódik, hát szórakoztató zenét játszottunk, csak éppen a 18. században. Mozart évfordulóját ünnepeljük idén, 1791-ben hunyt el, úgyhogy ez egy, ha nem is teljesen kerek, de azért mégiscsak kerek évforduló, és hát több napot is neki szánunk, hiszen az egész város, ugye a liceum is gyakorlatilag az ő idejébe épült, nem beszélve arról, hogy egy Mozart kéziratot is őriz, a liceum ezt most a fesztivál keretén belül meg is tekinthették, szóval több eseményt szentelünk itt, azt gondolom, hogy tényleg a 18. század legzseniálisabb szerzőjének, és hát hogy most az egész zene irodalomról ne is beszélj. Csak a közönségnek, hanem magunkért is muzsikáltunk, játszunk ezen a fesztiválon, hiszen fontosnak tartjuk, hogy az életről, önmagunkról, az emberről, a világról való gondolkodás töltse ki az életünket.